A piaci ár alatt szerezhetett meg több belvárosi önkormányzati lakást Sadl György. A végrehajtói kar letartóztatásban lévő elnöke még a korábbi fideszes kerületvezetések alatt vásárolhatott több százmillió forint értékben ingatlanokat az 5. illetve a 7. kerületben. Az ügy miatt vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi Karácsony Gergely. Niedermüller Péter elvállalta a testület vezetését. Az elmúlt hetek, hónapok, sőt talán évek legnagyobb botrányát hozta el Völner Pál korrupciós ügye. A korábbi államtitkárt 83 millió forint csúszópénz elfogadásával gyanúsítják. A kenőpénzeket eszerint Sadl Györgytől kapta. A nyomozati anyagból kiderült, volt olyan eset, amikor Völner Pál az igazságügyi minisztérium 5. kerületi bejáratánál is fogadott el kenőpénzt Sadl Györgytől. A héten pedig az is napvilágra került, hogy Sadl Györgynek más kapcsolata is lehetett az 5. kerülethez. Karácsony Gergely a héten arról számolt be, a végrehajtói kar letartóztatásban lévő elnöke több helyiséget is a piaci ár alatt szerezhetett meg a kerületben. Az egyik ilyen ingatlan a Városházával szemben, a Városház utca 16 szám alatt található. Ugye az én irodámat, amely a Városháza épületében nyilvánvalóan nem adtuk el, de ha kinézek az ablakomon, akkor ott a Városháza utca másik oldalán van egy földszinti ingatlan, amit 400 ezer forint négyzetméter áron adtak el tavaly év végén. És ki a tulajdonosa? Sadl György. A végrehajtói kar letartóztatásban lévő elnöke a 7. kerületben is könnyen vált ingatlan tulajdonossá. Még az előző, fideszes kerületvezetés idején egyszerre 8 üres önkormányzati lakást vett meg több mint 200 millió forintért. Az ingatlanokat átlag 500 000 forintos négyzetméter áron vásárolta meg. A lakások piaci értéke ugyanakkor jelenleg körülbelül 1 millió forint négyzetméterenként. Az önkormányzati helyiségek eladása kapcsán megpróbáltuk elérni a kerület korábbi fideszes polgármesterét, Vattamás Zsoltot is. Ő azonban nem reagált megkeresésünkre. Erzsébetváros jelenlegi első embere, Niedermüller Péter ugyanakkor megszólalt. Nem csak arról van szó, hogy maga a folyamat szigorúan jogi értelembe véve rendesen le van-e papírozva, hanem arról is szó van, hogy mi volt ennek az egésznek a politikai környezete, hogyan történt az, hogy Sadl György éppen a 7. kerületbe vásárolt még 8 lakást, miért nem a 18-ba vagy a 42-be. A kétes eladásokat a fővárosi önkormányzat az elővásárlási jogával élve meg szerette volna akadályozni. Ezeket azonban az 5. kerület önkormányzata megakadályozta. Emiatt vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi Karácsony Gergely. Hát a fővárosi közgyűlés elfogadja, akkor jövét szerdán fog felállni a bizottság, javaslatom szerint Niedermüller Péter 7. keleti polgármester vezetésével. Niedermüller Péter híradónak elmondta, a főpolgármester valóban megkereste azzal, hogy vezesse a vizsgálóbizottságot, és amint az megalakul, ő el is vállalja a tisztséget.